Itt ül velem a stúdióban egy igazi szépség királynő, 6. Pest vármegye szépe, és sok szeretettel köszöntöm Bada Zoltán alapító versenyigazgatót, jó reggelt kívánok, és hát Veres Esztert, Pest vármegye szépét. Jó reggelt. Hát sok szeretettel gratulálok, ugye te lettél a szépség királynő, és két udvarhölgyed lett, az első udvarhölgy Borjanka Gödöllőről érkezett, és a második udvarhölgy Lévai Doroti Budapestről, te pedig Érdről érkeztél. Igen. Nagyon erős volt az idei mezőny, először Esztertől fogom ezt megkérdezni, és te mondtad, hogy te magadban felállítottál is sorrendet, hogy kiket szántál a szépség királynői pozícióra. Nagyon erős volt szerintem az idei mezőny, konkrétan volt egy 5-6 lány, akit így be tudtam volna sorolni, hogyha nem is pont királynőnek, de a top 3-ban biztos, hogy benne lesznek. Úgyhogy én egyébként kis hitű voltam, és nem számítottam rá, nem reménykedtem, de nem gondoltam volna, hogy pont én leszek a királynő. Ugye beszélgettünk, miközben itt Illés Péter anyagát néztük, beszélgettünk arról, hogy nagyon ritka, meg nagyon ritkán fordul az elő, hogy a szépségversenyekre az igazán olyan természetes szépségek jelentkeznek, mint akár az Eszter, de most valahogy ez másképpen alakul, és nagyon-nagyon sok szép hölgy jelentkezett a versenyre. Igen, igen, nagyon találó a megfogalmazás, köszönöm szépen, és a lehetőséget, és itt lehetünk több, sokat szor már. Hál' Istennek az ítészek táborán nálunk, ugye 12 tagú a hivatalos zsűri, abban vannak szakemberek különféle célcsoportokból, szakmából, kategóriákból, tehát objektíven meg tudják ítélni gyakorlatilag, és ugye az összes ide pontszámok alapján kerül kihirdetésre a királynő. Én nagyon büszkén mondom, hogy ez a 6. versenyünk, és mind a 6 királynőnk gyakorlatilag természetes szépség volt, tehát nagyon ritkán tévednek a zsűri társaim, én is jó magam a zsűri tagja vagyok, és hát amint látjuk, ugye tavaly is itt voltunk az önök jó voltából, tehát hogy ez természetesen szerintem egy tökéletes választás volt, tehát az igazi természetes szépség. Igen, ez így van, hogyha láttad, nem tudom, hogy láttad a Beépített Szépség című filmet, Sandra Bullock volt a főszereplője, de ha nem, az sem baj, az egyébként abszolút egy szépségválasztásról és egy szépségversenyről szól, és ott lehet látni a felkészülésnek azért egy-egy szegmensét és egy-egy szeletét, hogy milyen komoly felkészülést igényel egy ilyen szépségverseny. Neked mi volt a legnagyobb nehézséged a felkészülés során? A legnagyobb nehézségem az volt, hogy én nagyon-nagyon szeretek rosszul étkezni, tehát nekem az egyik kedvenc ételem, vagy hát kajám, vagy nem is tudom ezt hogy mondjam, az a nachos sajtszósszal, és hogy a verseny előtt ilyeneket már nem nagyon volt szabad ennem, ez volt az egyik legnehezebb, de egyébként én ezt nem nehézségnek éltem meg magát a felkészülést, hanem én élveztem. Én mondtam a koordinátorunknak is, hogy nekem minden egyes próba olyan volt, úgy vártam a próbákat, mint akár a karácsonyt, mert annyira feltöltött és jól éreztem magamat, hogy én ezt nem nehézségnek éltem meg, hanem én csak élveztem az egészet. Lehet, hogy a sikered kulcsa is ebben volt, hogy ennyire élvezted ezt az egészet, és nem nagyon görcsöltél rajta, hanem csak úgy tényleg élvezettel vettél ebben részt? Lehet egyébként, igen, mert amikor már ott voltunk, azt éreztem, hogy mielőtt kimentem volna a színpadra, izgultam, meg nyilván voltak bakik is, de minél több túr lement, egyre jobban így ott éreztem magamat, hogy na, megérkeztem, itt helyben vagyunk, szóval lehet igen. Ön, mint versenyalapító, hadd kérdezzem azt meg, hogy miért fontos egy szépségverseny? Miért fontos, hogy legyen egy Pestnek egy Pest vármegye szépe? Hát gyakorlatilag a küldetésünk is erről szólnak ide, mikor én ezt megálmodtam. Tehát ugye hazánk legnagyobb lélekszámú megyét választottuk pontosan. Én is ugye ott élek, én Érden élek, és arra gondoltam, hogy miért ne lehetne, ugye 167 vagy 8 település, mindig bajba jövök a számokkal, de ennyi van Pest vármegyében, plusz még Budapest is ugye potenciál, hiszen nem kizárók a Budapest 23 kerülete is, és hát arra gondoltam, hogy mivel mi ezt a kissé konzervatív stílust megtartottuk, tehát ugye nálunk majdnem egyedülállóan az országban, szerintem nem hiszem, hogy sok versenynél van, nálunk nincsen fürdőruha, ugye inkább a népies dolgokra megyünk, az egyik túrban ilyen népies ruhák vannak, autentikus zenékkel kombinálva, nagyon szép animációkkal, akkor a másikban gyönyörű estélyi ruhák, tehát hogy mi inkább erre a természetes jellegre mentünk, és hogy miért fontos, azért fontos, mert az év 365 napjában lehet, hogy szinte alig hallunk az adott településről, és amikor az adott településről megérkezik egy versenyző, akkor egy kicsit a település is fókuszba kerül, akár egy kis filmmel, akár egy helyi kötődési dologgal a versenyző által, és így még jobban Pest vármegye hírnevét jobban tudjuk erősíteni és továbbvinni.
Nagyon sok sikert kívánunk a továbbiakban, neked meg gratulálok, Eszter, és neked is sok sikert. Köszönöm, köszönöm, hogy itt voltam. Köszönjük a lehetőséget.